December második fele a szüzeknek. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Na nézzük, mit mond az univerzum. Pozitívum, pozitív események, nagy árkánum. Az igazság meg fog születni. Fontos dokumentumokat is mutat ez a kártyalap. Jogi ügyeket is, bírósági ügyeket is. És ez maga az egyensúly. Sikerülni fog megtartani az egyensúlyt. Tehát bármiről is legyen szó. 9-es, jaj, érmék. 9-es, ez maga a bőség. Ez maga a boldogság, az anyagi boldogság. Ez egy értékes ajándék is lehet. De szeretném mondani, hogy a Merkur december 29-től retrográd lesz. Úgyhogy ő értékes ajándékot érdemes megvenni december 26-27-ig, mert utána lehet, hogy csalódás ér minket, vagy tehát valamilyen kellemetlenség lehet. És a Merkur egyébként január 18-áig lesz retrográd, úgyhogy január 20-ától lehet megint belevágni az új dolgokba, vásárolni. Megint érmék, hármas, kifizetések, munka, pénz. A hármas az nem nagy pénz, a kilences igen, a kilences nagy pénz, a hármas az még nem nagy pénz, de mégis pénz. Tanulás, vizsgázás nagyon jó. Nagyon jó. Hárman például belevágni egy üzletbe, az is nagyon jó, de december 26-áig érdemes. 4-es, ünnep, boldogság, persze, hogy ünnep, hát itt a karácsony, itt a szilveszter, biztonság, és a 9-es után itt a 10-es, tessék, kihúztuk, az aranyesőt, a pénzesőt. A 9-es az a helyzet, amikor valamit elértünk. Elértük a célunkat. A 10-es, ez amikor már élvezzük is. És mind a három kártyalap, ugye a ti energiátok, a föld energia. És ráadásul a hármas olyan munka, ami kreativitás, az érmék hármasa. Tehát a kreatív munka az nagyon sikeres lesz. És ez a ti munkátok, mert ez a ti energiátok. Mi van itt még? Megint egy hármas, megint cselekvés, akarat, viszont ez tűzenergia. Az jó, ha van energiánk. Menni a célunkhoz. Tehát itt menetelés lesz. Itt nincs megállás. Valaki kőkeményen fog tanulni, vizsgázni, valaki kőkeményen még fogja nyomni a projektet, és még karácsony előtt be akarja fejezni. Tehát itt siker. Negatívum, mi az, amit el lehet kerülni? Egy kis figyelmeztetés, egy ilyen király okozhat valamilyen kellemetlenséget, vagy csalódást? Lehet. Nagyon gyakran vízjegyű. Mint például rák, halak, skorpió. Ez a király szereti az alkoholt egyébként. És itt a nagy árkánum az ördög. Na hát, a kötődés, az alkoholfogyasztás az is ide tartozik, és ez mind negatívum. A vágyak az is ide tartoznak, a szerencsejáték. Jó, tehát az ördög nem alszik, elvihet minket rossz irányba. Ez egy figyelmeztetés. Négyes, és az érmék. Vigyázni kell a kiadásokra. Itt lehet látni, hogy a kártyán nagyon-nagyon fogja azokat az érméket, tehát ragaszkodik hozzá. Ez az enyém, és nem adom senkinek.
Igen, ha kölcsön kérnek, nem biztos, hogy érdemes adni. Mert nem biztos, hogy visszakapjuk. Lehet ez a király kölcsön kér tőlünk, és nem adja meg. Ilyen is lehetséges. Vagy kapunk egy olyan csábító ajánlatot ettől az ördögtől, de később megbánjuk. Ilyen is lehetséges. Tehát vigyázni kell a pénzre. Igen, és megint egy új lehetőség, egy ász. Ördögi lehetőség lehet. Vigyázni kell. És ahogy mondtam, a Merkur retrográd lesz, úgyhogy csak 26-áig, 26-27-től már nem érdemes belevágni valami újba. Ötös, nagyobb kiadások, érmék. Néha betegséget is mutat. Néha egyszerűen rossz időjárást mutat ez a kártyalap. És emiatt lesz egy kicsit kellemetlen a dolog. Ász. Ász. Megint egy ász. Megint egy lehetőség. Jöhet valamilyen információ, meg kardok, információ, vagy ötlet, vagy... Tehát ha jön egy jó ötlet, azt nem szabad elmondani senkinek. Igen, mert ellophatják. Ilyen is lehetséges. Tehát az ördög nem alszik. Tehát itt ez a legnagyobb figyelmeztetés. Legyünk résen. Az ördög nem alszik. Nehogy beleessük ebbe az ördögi csapdába. Jó? A függőségek. A függőségek. Oda, nehogy oda láncoljon minket az ördög magához. Ennyi. Kérünk szépen egy plusz tanácsot. A királynő, hát ti vagytok. Ez a királynő, ez maga, maga a szűz. Lehet még akár bika, vagy bak, de most rólatok beszélünk. Ez a királynő, ti vagytok, és ilyenek legyetek, mint ez a királynő, ez a tanács. Tehát a földön járjatok, nem a fellegekben, a földön. Meg kell gondolni minden ilyen kételyes üzletet, vagy ötletet, vagy ajánlatot. Jó, tehát két lábon kell járni a földön, gyakorlatiasnak lenni. De ez a királynő pénzes. Úgyhogy lesz pénz, főleg, hogy itt ez a tízes. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!